Én nagyon sokáig meg akartam felelni, ma már nem szeretnék. Tehát egyetlen egy embernek akarok megfelelni, és ezt úgy hívják, hogy Rubin Tréka. Nekem van veled egy sztorim, amit mindig mindenkinek elmesélek, hogy egyik reggel vittem be a gyereket a suliba, a Szentendrei úton, és kiszálltam melegítőbe, ilyen tényleg felismerhetetlenül, és te megálltál mellettem tankolni. És kiszálltál tűzsarkúba, szűk farmerbe, gyerekek hada ült hátul, teljes minkbe, mindenki az otthon készített uzsit malszolta, és akkor arra gondoltam, hogy én nem értem, hogy ezt hogy csinálod. És hogy tényleg bárki csinálja ezt utánad, aki egy rossz szót szól rád, mert hogy az, hogy egyetem melegítőbe elinduljak, az egy olyan kihívás volt, és te mintaképpen egy fotózásról jön, és mind a három gyerek gyönyörűen felöltözve, gyönyörűen összerakva, tudom, hogy te már aznap edzettél, mert láttam az Instagramodon, és akkor arra gondoltam, hogy valószínűleg így valami nagyon másik bolygóról jöttél. Hát nem, pedig nem. Talán azt, hogy maximalista vagyok. Nem csak magammal szemben, hanem vannak elvárásaim a gyerekeimmel szemben is. És következetesnek nem mondanám magam, mert azért ellágyulok, tehát elég egy anya szeretlek, és akkor mindent elfelejtek, de szerintem ez minden anyára jellemző. Viszont nagyon, nagyon feszesen be van osztva a napom, és tényleg ilyen 5-10 percek férnek bele csúszásban. És hát rák vagyok. És a rákra tényleg az, hogy minden rendben legyen körülötte, és a biztonság az nagyon-nagyon fontos. Tehát én 18 éve dolgozom ugyanazzal a sminkessel, 10 éve ugyanazzal a fodrásszal, 10 éve ugyanaz a masszőr masszíroz, tehát hogy nekem ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És hát fontos az, hogy én is, tehát hogy magammal szemben rendben legyek. Aztán vannak nyilván olyan napok, amikor megkérdezik az üzletbe, vagy ott a kis közértbe, ahova leszoktam szaladni, hogy ugye nem vagyok beteg, mert hogy nem, nincs rajtam smink, tudod, olyan cuki vagy, azt mondtad, amikor beültél, úristen, tényleg beüljek smink nélkül, a férjemen kívül így még senki nem látott. Igen, meg a gyerekek. Teszi. Igen, igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy én most voltam 41 éves, és egyre kevésbé szeretek sminket használni, tehát olyan érdekes, hogy amikor megismertem a Norbit 22 évesen, egyáltalán nem sminkeltem magam. Azt sem tudtam, hogy mi az, hogy smink. És a legelső smink, ami rám került, az a legelső VHS kazetta borító fotózásán volt. És amikor a tükörben néztem, nem ismertem meg magam, hogy úristen, hogy mit változtat az embernek az arcán egy smink. Aztán szépen a 30-as éveimnek a kellős közepén ott előszeretettel sminkeltem magam. Azt nem mondom, hogy jól, azt egyáltalán akartam, nem. Tudod, jól sminkeled magad? Ma már igen. Régebben nem, tehát visszanézek fotókat, szörnyű. Tudod, volt ilyen kékkel kihúztam a... Mindenkinek. Igen, tehát abszolút nem én voltam, meg túltoltam a pirosítót, meg nem olyan volt az alapozó, amilyen a saját bőröm színe. Hát nyilván, szerintem ebben nagyon sokan beleesünk. Hosszú-hosszú évek alatt, ahogy említettem, ugyanazzal a sminkessel dolgozom, ezért rájöttem arra, hogy mi lenne, ha őt kérdezném meg, hogy milyen alapozót használjak. Hát tudod, és akkor így félszemmel mindig lestem, hogy hogyan sminkel engem, és akkor nem mondom azt, hogy jól sminkelem, vagy tökéletesen sminkelem magam, de megvannak azok az alapok, amivel azért nem megyek el a felismerhetetlenségig tartó irányba, de nem szeretem sminkelni magam, egyre inkább nem szeretem magam sminkelni. Ami mindig van nálam, az egy fényvédős ilyen alapkrém, ezt mindig rakok, és ezt össze szoktam egyébként keverni egy picike kis normál krémmel, tehát hidratáló krémmel, és akkor könnyebben föl tudom vinni. Ezt mindig használom futásnál is. Tehát, hogyha reggel megyek korán futni, akkor is ugyanis most ez sincs rajtam, tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy egészen fiatal kortól, nekem erre senki nem hívta fel a figyelmem, de hogy fiatal kortól kezdve
figyeljünk arra, hogy, hogy a naptól védjük ez az arcbőrt. Ez nagyon fontos, amit mondasz. Igen, úgyhogy én a Larának is, pedig ő még csak 16 éves lesz, de mindig mondom neki, hogy kicsim az arcod, az nagyon fontos, hogy be legyen kenve. Ugye rengetegen, amikor, főleg nyáron, amikor elmennek sportolni a szabadba, ezt elfelejtik. Tehát nagyon fontos a fényvédő, úgyhogy ha olyan fényvédőkrém nincs nálam, ami kifejezetten egy 50 faktoros fényvédő, akkor is ő mindig nálam van. Neki 30-as a faktorszáma, és van benne egy pici kis szín, ami az arcnak. Tehát azokat a minimális kis májfoltokat, ami nekem is van, azt elfedi, és akkor ezt el szoktam így jó alaposan kenni, és akkor már is van egy pici kis fénye, meg színe az arcomnak, de mégis védve van a napsugártól. Ugye, mivel általában, hát én még télen is kint futok, én nagyon szeretek a szabadban futni, ezért fontos az, hogy ez, és télen is beszoktam kenni. Nagyon fontos, hogy síelésnél, tehát mindig az arcomat védem, és a fénytől próbálom óvni. Ez nem az, hogy ezt már megtanítod Larának is. Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy egy gyereket nem nevelni kell, csak példát kell mutatni, és nyilván amit lát egy édesanyától, mindegy fiú, mindegy lány, hiszen a fiúk az anyuka mintájára fognak párt választani. Bár a múltkor megkérdeztem a Zalánt, hogy figyelj kicsim, van már olyan kislány, aki bejön a suliba? Azt mondja, hogy igen, van. És mondom, na jó, és hogyha majd lesz feleséged, akkor ő hogy fog kinézni? Hát azt mondja, barna haja lesz, barna bőre, sportos lesz, de nem olyan izmos, mint te anya. Azt mondta. Igen, és Rékának fogják hívni. Képzel? Akkor azért jó munkát végeztél. És fontos. A Norbi hogy szereti, hogyha természetes vagy? Mert tudom, hogy neki nagyon tetszel, amikor nagyon csajos vagy. Szűk ruha, hát nyilván a te alakodra csak szűk ruhát érdemes venni, csipke, tűsarkú, mindig magas sarkúban vagy. Ő azt szereti, amikor otthon natur vagy, vagy azt szereti, amikor nagyon-nagyon szépen össze vagy készítve, és éppen mondjuk elmentek valahova, vagy mondjuk például otthon sminkelsz-e az ő kedvéért? Otthon is használom ezt a kis alapot, tehát fontosnak tartom, hogy azért otthon is csaj legyek, és ne egy melegítőbe, meg egy pólóba rohangáljak a férjem előtt. Ilyen forró nadrágban ne, vagy? Meg... Hát abba is szoktam, persze, de nem miatta, hanem úgy magam miatt, hogy igen, és szerintem tök fontos egy férfinak a vizuális látvány, és egy nőnek is. Nyilván van olyan, hogy melegítőben meg pólóba vagyok, de azért egy kis pici kis sort, vagy egy passzosabb póló, tehát hogy azért lássa, hogy anya még mindig rendben van, tudod. De nem, tehát otthon azért nem öltözök ki, de arra ügyelek, hogy de nő, ápolt vagy, és igen, csinos, hogy és adsz magadra igen, otthon. Hogy nőnek lásson, és nem szoktam otthon magam sminkelni. Aha. Tehát hogyha mondjuk ez a napi rutin smink rajtam van, akkor azt nem mosom le otthon, amikor hazaérek, de mondjuk, hogyha hétvégén otthon vagyunk, akkor nem sminkelem ki magam azért, hogy mondjuk a Norbi előtt sminkbe járkáljak. Ő nagyon-nagyon szereti azt a Rékát, amit most te is látsz, mert hogy így ismert meg, és nagyon nem szereti, hogyha magas sarkúba vagyok. Komolyan, tehát mindig, pedig én azt hittem, hogy ő azt imádja. Nem, könyörög érte, hogy saruba, vagy papucsba legyek, és mindig kéri, hogy anyácska, mert hogy neki ilyen fóbiája, hogy én magasabb vagyok nála, magas sarkúba, mint ő. Na jó, de felveszel egy cipőt, és tényleg nagyon igen. magas vagy akkor. Igen, de hát akkor előre haladtával hazudnék, ha azt mondanám, hogy imádom a magas sarkúkat. Nyilván van, amikor egy-egy alkalom megköveteli, de nagyon-nagyon szeretek most már kényelmesbe. Tehát én most már átmentem kényelmesbe, ami hát nem jelenti... Nem ami nem jelenti azt, hogy az ember lead az igényeiből, tehát szerintem nagyon csinosan és nagyon szépen föl lehet öltözni egy lapos kis saruval, egy hosszabb ruhával. Rájöttem arra, hogy a kevesebb néha több, de ez korral jön. Tehát amikor 20 éves voltam, kiraktam mindenem. Hát most visszanézek fotókat, és tényleg szörnyű. Tehát, de az is én voltam. Persze, hát az is én voltam, és azt kell mondjam, hogy ilyen 3-4 évvel ezelőtt érkeztem meg stílusilag.
Tehát akkorra, 37-38 évesen, éves koromra kristályosodott ki, hogy én ki vagyok, aha, miben érzem jól magam. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy nem találja a stílusát, nem kell megijedni, ez meg fog érkezni korral és mindennel. És viszont, hogyha megérkezik az ember, akkor azt nem kell szégyelni, hanem büszkének kell arra lenni, hogy igen, ez vagyok én így érzem jól magam, mert amikor ez a fajta harmónia az emberen átjön, és az emberről lejön, és megérkezik, akkor mondják azt a külső szemlélők, hogy úristen, fú, de egybe van ez a lány, ez a nő, ez a nagymama. Tehát én imádom azt az interjúdet, amikor a Pataki Ágival... Hát, hogy csodálatos. Én is csodálatos. Írtam is, hogy vagy 20-szor megnéztem azt az interjút, és én csodálom az Ágit, annyira egyetértek minden egyes mondatával, tehát, hogy az nézd meg, most is tiszta liba bőr vagyok, hogy nem kell az embernek szégyelni a korát, mert ez az élet velejárója, hanem el kell fogadni, és az adott életszakaszokba ki kell magunkból hozni azt a maximalizmust, és azt a maximális harmóniát, amiben jól érezzük magunkat. Úgyhogy én nagyon sokáig meg akartam felelni, ma már nem szeretnék. Tehát egyetlen egy embernek akarok megfelelni, és ezt úgy hívják, hogy Rubint Réka. Tehát a saját elvárásaimat támasztom saját magam elé, és nem akarom a gyerekeimre se ráerőltetni azt, ami én vagyok, mert fontos, hogy terelgessük őket, de nem szabad, hogy az útjukba álljunk. Mi az, ami mondjuk a te kis titkos fegyvered, vagy ami este ilyen jó érzés, mert van egy 10 perced a tükör előtt, hogy felraksz egy krémet, egy pakolást, vagy elmész infraszaunába, amikor csak magad vagy. Tehát ami tényleg csak a szépségedről, meg arról, hogy te igazán jól érezd magad a bőrödben, és semmi munka, és erről szól. Hát most itt most kiegészítem azt az alap sminket egy pici olyan alapozóval, ami azért ad egy egységet. Olyan szép barna vagy. Ez a futástól, meg attól, hogy kint vagy a szabadban, vagy kifekszel napozni? Nem szoktam kifeküdni napozni, nincs rá időm. Egyébként napimádó vagyok, tehát nagyon szeretnék kifeküdni, de nincs rá időm. Igen, ez a futás, meg az, hogy egy hétvégén 4-5 van, hogy 6 helyszínen lépek fel. Egy pici kis tobba, egy sortba, és ugye ér a nap. Nem vagy sminkbe soha, amikor tornázol, amikor mondjuk ennyi ember elé kilépsz? Nem, régen full sminkbe mentem, ma már nem. A krémem, egy pici kis szempillaspirál, amit mindjárt fel is rakok. Az vízálló, gondolom, mert rizzadsz. Igen, vízálló spirál, illetve egy nagyon-nagyon pici kis pír, és egy baseball sapka. Aha. És egyébként a baseball sapka, meg a napszemüveg, de napszemüveget nem szoktam venni, a baseball sapka és a napszemüveg a leges-leges legjobb smink, úgyhogy én ebben szoktam, és tulajdonképpen ez az én... Látod? Tehát ez nagyon-nagyon klasszul elfedi, aha, még azt a kis pici, és egyébként így új beggyel szoktam. Nem használok ecsetet az alapozó felviteléhez, mert nagyon sok alapanyagot elvisz. Uh-huh. Sem szivacsot, sem, hát tényleg egy ilyen kis alap az egész. Arra nagyon-nagyon ügyelek, hogy le legyen tisztítva a bőröm. Uh-huh. Tehát reggel este alaposan egy olyan krémmel, ami habzik, uh-huh, tehát egy kicsit felhabosítom, lemosom, utána hialuronos tonikkal áttörlöm, aztán jön egy szérum, nagyon fontos a szem alatti, tehát a szemránckrém, szérum, utána éjszakai maszk, uh-huh, amit nem kell lemosni, uh-huh, tehát olyan igen, maszk, ami krém, uh-huh, igen. És most például, amikor jöttem hozzád, ugye kérdezted a reggeli rituálét, felraktam egy maszkot, uh-huh, és 10 percre beültem egy masszázsfotelünk van otthon, mert alig bírtam reggel kikelni az ágyból. Olyan izomlázam volt, úgyhogy abba beültem, és amíg a maszk rajtam volt, tehát ez például egy rituálé, egy 10 perces rituálé, erre nagyon kevés időm van. Mert hogy képzeld el, hogy az az én legnagyobb problémám, hogy én sajnálom a pihenésre az időt.
Tehát azt gondolom, és hogy bárcsak ez egy picit változna bennem, azt gondolom, hogy a pihenés az egy ilyen elfecsérelt idő. És hogy az idő alatt is mondjuk össze tudnám hajtogatni a ruhákat, ki kellene teregetnem. Nem nézel sorozatot? Nem ültök le a Norbival este sorozatot nézni? Hát figyelj, mint a bolygó holland, így járkálok a házba, mosogató képet kiszedem, tudom, megy a most. Én állandóan, de az a baj, hogy én ilyen bolond vagyok. Tehát, hogy ezt van segítségem, aki jön hetente X alkalommal, ő ezt meg tudná csinálni, de mindig jön egy tip-top házba. Igen, ezt hallottam. Tényleg, mert hogy én ilyen vagyok. Igen, de közben mindig szép a körmöd, mindig olyan színű, soha nincsen. Én még nem láttam olyat, hogy neked a széle meg lett volna repedve, a szemöldököd tökéletesre van szedve, ezt azért valahova így berakod? Hát, mert tudom, figyelj. És képzeld el, hogy még, ami szerintem nagyon fontos, és nagyon sokan nem tudják, és ezt el kell rólad mondani, mert közben engem egy picit zavar, hogy ennyien, hogy nagyon sokan bántanak, és hogy nagyon sok a kritika, hogy én például tudom azt teljesen máshonnan, hogy amikor lenne valami nagyon jó munka, ami mondjuk például jól fizetnek, aha, akkor te simán azt mondod, hogy hú, ne haragudjatok, Norbikának majd jelmezbál van, és az, tehát, hogy te bármikor lemondasz, úgyhogy mindig mindent megcsinálsz és elvégzel, hogyha például arról van szó, hogy bármelyik gyerekednek az évben éppen a 17. énekversenye lenne, vagy selejtezője az agyagműhelynél. Tehát, hogy neked ez, hogy te mindig mindenhol ott vagy, te soha semmit nem hagysz ki, ami igen, a gyerekeké. Az nagyon-nagyon, ahogy említettem, ugye én rák vagyok, és minden anyának nagyon fontos a család és a gyerek, egy ráknak még persze, inkább. Tehát a ráknak a család, itt közben teszek egy pici korrektort, a ráknak a család az nagyon-nagyon fontos, és ez nálam is így van. Én mindig úgy vállalok el mindent, hogy jó előre, tehát általában fél évre, egy évre előre tervezek a táborok és minden tekintetben. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon olyan dolognak kell közbejönni, ami miatt én lemondom. Nekem olyan, hogy fellépés lemondtam volna, soha nem volt. Ez azért van, mert az emberek számítanak rám, a fellépés szervező számít rám, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát én még fellépést nem mondtam le. Volt olyan, hogy kificamodott a bokám, vagy egy edzés során leszakadt a válizmom, sérült, és felkötött karral mentem órát tartani, mert olyan nincs, hogyha valaki számít rám, akkor én ne jelenjek meg. Akkor inkább nem vállalom el, de olyan, hogy elvállaltam, és nem megyek, olyan nincs, és mert nekem a lelkem ebbe belehal, és belehalnak. Képzeld el, hogy évekkel ezelőtt az én imádott nagymamám sajnos elhunyt, meghalt, és akkor nekünk egy nagyon-nagyon fontos állomás volt az életünkben. Nem volt még Instagram, nem volt Facebook, és csak és kizárólag a sajtó hasábjain keresztül tudtál érvényesülni, illetve ott tudtad magad megvédeni. A tornához kötve tartott a Norbi előadást, és mentünk ingyenesen, és tartottam a tornát az üzletekhez közeleső termekben, ingyenes volt a részvét, a Norbi után előadást tartott, és jó előre ki voltak tűzve az időpontok, és meghalt a nagymamám. És én hajnalban 3 órakor indultam Kazincbarcikára, elköszöntem a nagymamámtól a ravatalozóban, megpuszilgattam őt, mert nyitott koporsóban volt, az anyukám ott várt, és 10 órakor, amikor őt temették, akkor én már órát tartottam egy adott helyen. Szóval, hogy nem szoktam lemondani semmit, mert inkább megoldom, hogy ott legyek két helyen. Nem szeretek lemondani semmit, mert hogyha számítanak rám, akkor, és elvállaltam, akkor nekem ott kell lennem. Olyan érdekes, mert azért te, hogy a brandedet építetted, az nem csak a sportról szól, meg az egészséges életről, hanem ehhez most már így hozzátartozik az is, hogy a házasságodat hogyan tartod egyben, hogy hogyan ápolod a szerelmedet, hogy a gyerekekkel hogy éritek az életen. Te beépítetted azt, hogy ahhoz, hogy te jó formában legyél, ahhoz, hogy te tudd csinálni a dolgodat, ahhoz kell neked ez a családi háttér, amit ápolsz, amit gondozol. Elmentek a Norbival ketten, látom, hogy a Norbi elhalmoz téged minden létező dologgal, amivel csak egy nőt
lehet, hogy ezt a szerelmet ezt folyamatosan ébren tartjátok, hogy a családi tűzhelyet ezt folyamatosan ébren tartod. Valószínűleg az, hogy te ilyen célpont vagy, az arról is szól, hogy olyan nagyon tökéletes, hogy olyan nagyon, nagyon komplex az egész. És ezt senki nem akarja, vagy legalábbis nagyon nehéz tudod elhinni. Pedig egyébként szoktál beszélni a nehézségeitekről, szoktál beszélni arról, hogy nem könnyű, és tényleg itt a legfontosabb mondat az, hogy csinálja utánad bárki. Igen, hát a Norbival 18 éve vagyunk most már egy pár. Itt közben tettem egy nagyon pici kis ilyen színesített púdert, hogy azért az fixálja az alapozót, és a szemem alá tettem egy nagyon-nagyon pici kis ilyen fehérebb púdert. A szemöldökömet megigazítottam, még jönni fog egy kis fekete szemceruza, egy pici spirál, hogy ki legyen emelve a szemöldököm, egy fény, és ennyi lesz a vége. Ja, meg egy nagyon pici kis pirosító. De közben mondom, tehát a Norbival 18 éve vagyunk egy pár, és nyilván voltak a házasságunkban mélypontok, voltak csodálatos évek, minden nehézség, ami egy párkapcsolatban adódik, azt gondolom, hogy ha mind a két ember meg akarja oldani, az még értékesebbé tudja emelni a két embernek a kapcsolatát. Nekünk soha nem fordult meg az a fejünkben, hogy elváljunk, és mi külön utakon folytassuk. De mondjuk van olyan, hogy ordibáltok? Hát a Norbi nem tud. A Norbi nem tud kiabálni. Én tudok, de a Norbi nem tud kiabálni. Hát de az szörnyű, akkor nem tudsz olyan egy jót veszekedni, mert figyelj, ő 7 évvel kivel. Idősebb, és mindig úgy érzem olyankor, egy áldott jó ember, én mindig olyankor úgy érzem, mintha egy jó szülő, egy bölcs ember, meg ha jó van, mondjad, és mindig áthagyja, és rám megy, rám. És akkor ott tombolászol egyedül? Igen, és akkor mindig azt mondja, hogy anyácska, én így szeretlek, olyan jó nézni, ahogy... De akkor nem lehet vele veszekedni. Nem lehet vele, abszolút nem lehet vele veszekedni, úgyhogy le is szoktam egyébként a veszekedésről pont ezért, mert nem lehet vele veszekedni, tényleg. Tehát ő még rám életében egyszer nem emelte meg a hangját. Én mondom, hogy mert miért nem zártátok be az ajtót, meg miért nem nyitottátok ki, meg nem igaz, hogy nem lehet kiszedni a mosógépet, ott reggel lejárt, és akkor megvárnak vele engem esti. Tehát meg mondd már meg a gyerekeknek, te meg, hát nyilván, hát tudod, hát mi is család vagyunk. De hogy vele nem lehet veszekedni. Tényleg nem lehet. És az, hogy tökéletesség, hát kinek mi a tökéletes? Ahogy említettem, én a 24 órából a legkevesebbet az alvásra és a pihenésre szánom, sajnos. Mert hogy éjfél előtt nem szoktam lefeküdni, és 6 órakor, általában 3-4-6-kor én már kelek. Tudom, látom. Én követlek téged állandóan. És vagy azért, mert ugye gyerekek mennek iskolába, és frissen készítem nekik a reggelit, csomagolom nekik a 10 órait, tehát hogy én korán kelek, és hogyha bejön a tavasz és a nyár, imádok a nappal ébredni, és akkor megyek futni, nagyon nehéz felkelni. Nincsen rosszabb, amikor ülök, és éppen valami szénhidrátot tömök magamba a pizsamába, és nézem, ahogy az Instagramon fut, és inkább így kinyomlak, nem is akarom látni. Igen, és nem azért megyek el futni, mert meg akarom mutatni a világnak, hanem azért megyek el futni, mert más lesz az egész napom, más energiaszinttel fog ez megtelni, és igen, mivel ez a munkám, szeretném megmutatni az embereknek, hogy tényleg a sok kicsi sokra megy, és hogyha beleteszed a figyelmed a testedbe, a táplálkozásodba, a gyerekekbe, a szerelmedbe, a párkapcsolatba, akkor az egy idő után nagyon-nagyon szépen be fog érni. Uh-huh. És nálunk is ez van. A párkapcsolatban 18 év munkája, kőkemény munkája van. A egymás iránti szeretetbe, türelembe, figyelembe. A gyerekekkel ugyanez. Tehát én hagytam azt, hogy ők, bennük alakuljon ki az a vágy, hogy ők szeretnének sportolni, hogy ők szeretnének velem jönni futni. Hát a Norbikával egy élmény futni. Figyelj, de csodálatos, annyira gyönyörű. Igen, olyan 12 kilót fogyott, és meg átalakult. Hát látom, hát gyönyörű, tényleg. És nagyon érdekes, ő mondta nekem azt, hogy képzeld el, anya, ezzel pirosíthatok, ugye? Persze. Képzeld el, anya, mert kérdeztem tőle, hogy Norbikám, de, vagyis nem, egy interjúban kérdezték tőle, hogy Norbika, hogy jött nálad
ez a váltás. És akkor azt mondta nekem, vagy azt mondta az interjúba, és nekem is ott vált nyilvánvalóvá, hogy ő hogy indult el ezen az úton. És nem is emlékeztem erre a pillanatra, amikor azt kérdezte, hogy anya, te hány kiló vagy? És akkor hát nem tudom, gyere, megnézzük. És ráálltam a mérlegre, és 58 kilót mutatott a mérleg. És ráállt ő is, ez 2 évvel ezelőtt volt, akkor volt 11 éves, 11 elmúlt, és a mérleg ugyanannyit mutatott, mint alattam. És akkor ő ott úgy elszégyelte magát, de erről nem beszélt. De ez az ő sztória volt magában. Ez az ő sztória magában. És a Norvikában ott dőlt el, hogy ő szeretne változtatni, ugyanis addig előszeretettel elcserélte a szendvicsét a suliba. Uh-huh. De te soha nem pushingoltad, meg én soha. Uh-huh. Nem, a Norbi igen. Uh-huh. Mert a Norbi duci kisfiú volt, a férjem. Igen, tehát neki volt egy ugyanilyen útja. Igen, és nyilván ő nem szerette volna, hogyha a Norbika ugyanezen az úton végigmegy. Én meg azt mondtam neki, hogy figyelj, majd meglátod, hogy eljön benne, vagyis jönni fog, megérkezik az a felismerés, amikor ő szeretne változtatni, és azért azt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy van neki egy maximalista nővére, a Lara, aki 20 hónappal idősebb, mint ő, és nyilván ez olyan, mint a dominó, hogy ott vannak a szülők, ezt csinálják. Egy idő után ez a Larába is megérkezett. Aztán a Larát elkezdte inspirálni, a Lara elkezdte a Norbikát. És most a kicsinél vagyunk, hogy a Zalán is most már ugye 8 éves, és most már ő is fontos az, hogy a bátyja, hogy hú de jó anya, de csinos lett Norbika, és most már Zalán is van, hogy eljön velem futni, és ezt visszatérve a kérdésedre, azért mutatom meg az embereknek. Nyilván nem erőszakosan, tudom, hogy nézzétek, tudom, hanem azért mutatok betekintést ezekbe a pillanatokba, hogy igenis a munka, igenis a család, a szerelem, a párkapcsolat mellett értékesen tudunk úgy eltölteni időt a gyerekkel, hogy nem beadjuk az edzésre, hanem együtt sportolunk vele. Mert tudom, én is hordtam őket edzésre, elmentem addig futni, vagy ott ültem a lelátón, stb. Stb. De hogy igen, az is nagyon fontos, de nagyon fontos az is, hogy amikor értékes időt tölthetünk el velük, akkor ezt lehet így is. Tudod, pont ilyennek képzeltem, amikor beszélgetünk, hogy 3-4 órát tudnék veled beszélgetni, mert szerintem tényleg nagyon fontos dolgokat mondasz, és gyakorlatilag nincsen egyetlen egy pillanat se, amikor így azt érzem, hogy itt most valami nem igazi. Tehát tényleg mindent elhiszek neked. Hát, és szerintem ez a titok igazából nálad. Igen, add önmagad. Tényleg ez van, hogy nem gondolom azt, hogy hazamész, és ma este ordibálni fogtok a Norbival, nem gondolom azt, hogy holnapra nem csomagolsz uzsit, és azt se gondolom, hogy nem kezd fel holnap futni, vagy hogy valahova nem mész oda, hanem hogy ez így van. Igen, úgy jöttem el, tegnap az Alán kapott egy legót, és este vendégeink voltak, ezért nem tudtam vele a legót építeni, és úgy jöttem el, hogy mondtam neki, hogy én 2 óra után otthon leszek, elkezdjük építeni a legót, és megígértem neki, hogy megyünk moziba. És azt mondta, hogy anya, inkább ne menjünk moziba, először építsük fel a legót, és ha még lesz rá idő, akkor elmegyünk moziba. Úgyhogy a ma délután, miután végeztem majd itt az interjúval, elmegyek, még egy előadást tartok déltől, nyilván, utána lesz egy megbeszélés, és utána, ha hazamentem, akkor leülök legót építeni, és aztán este meg elmegyek majd futni, és a mozit azt átrakjuk holnapra. Nagyon fontos az, hogy amit a gyerekeimnek megígérek, vagy nem, ez olyan, mint a fellépések, igen, hogy vagy elvállalom, de akkor ott vagyok, vagy inkább nem. A gyerekeknek is, amit megígérek, egyszerűen bűntudatom lenne, hogyha nem tartanám be azt, amit megígértem nekik. Nem érezném magam jól, és talán ezért is van közöttünk ez a hatalmas nagy összhang, hogy tudják azt, hogy amit anya kimond, az úgy van. És ez hát a rák lelkemnek fontos, ez az megbízhatóság, állandóság. Nagyon klassz csaj vagy, Réka. És bárki bármit mond, tök mindegy. Hát nagyon hogy köszönöm. Ez ilyen, ez annyira fontos, amit csinálsz, meg annyira fontos, ahogy elmondod, meg annyira fontos, ahogy egyébként csak simán csinálod,
hogy tök örülök, hogy eljöttél, és egyszerűen klassz vagy. Hát nagyon köszönöm a meghívást, és igazán volt, tudod mi a titok, hogy nem csinálok semmi más, csak egyszerűen mutatom az tehát hogy csak önmagamat adom. Igen, és biztos, hogy én, nekem is vannak hibáim, hát minden embernek vannak, viszont arra nagyon-nagyon nagy figyelmet fordítok, hogy a hibát, az soha nem, és a nehézséget, az soha nem egy ilyen csapásnak fogom fel, hanem mindig egy lehetőségnek, hogyha megfigyelem, akkor vajon miért kapom ezt a jó Istentől, miért kapom az élettől? Azért kapom, hogy megvizsgálva egy magasabb energiaszinten tudjak haladni tovább. És ezért szeretem a táborokat, ezért szeretek menni az emberek közé, mert én a tornáim végén is mindig tartok egy 5-6 éppen aktuális motivációs percet, amikor elmondom a saját életutamon keresztül azt, hogy én hogyan jöttem ki bizonyos helyzetekből. Mennyien voltak eddig legtöbben, amikor edzést tartottál? Hát 4000-en. Az 8000 kéz a magasba, és a táboromban 257-en. Akkor 7 autóbusz ment a reptérről egymás után. Hát ott azért, most is kiráz a hideg, azért ott folytak a könnyeim, és nem nagyon tudtam mit mondani. Hát meg azért 4000 ember az egy menő zenekarnak is a becsületére válik. Igen, igen. És a legcsodálatosabb az, hogy hétvégenként, amikor elmegyek egy falunapra, és reggel 9 órakor vasárnap ott áll 200 ember a falu fülterén, és miattam jönnek a kis polifómjukkal, szóval ez egy olyan felbecsülhetetlen csoda számomra, hogy minden, látod, tiszta ribabőr vagyok most is, hogy beszélek erről, hogy egyszerűen csak hálával tartozom a jó Istennek, hogy ez az utam, és hogy ennyire szerethetem, és viszont szeretnek az emberek. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.